fontos az, hogy egyébként 10-ből 9 ember, aki megkeres engem, és itt nőkről beszélek, szóval 10-ből 9 nő hormonális problémával küzd, de sokan nincsenek vele tisztában. Szóval, hogyha valaki idejön hozzám, megkeres, és látom a testalkatát, elmondja a panaszokat, a tüneteket, akkor rögtön be tudom lőni, hogy milyen problémával küzd, elküldöm őt ugye a megfelelő szakorvoshoz, laborleleteket kérek től, és akkor ez alapján az ő problémájának megfelelően állítjuk be a táplálkozást, hiszen nagyon sok nő el van keseredve, és azt gondolja, hogy inzulinrezisztens vagy pajzsmirigy problémás, akkor ő bizony az életben nem fog lefogyni, pedig ez nincsen így, hogyha pajzsmirigy protokollt vagy inzulinrezisztencia protokollt követünk, megfelelő vitaminokkal, megfelelő szénhidrát minőséggel, mennyiséggel, stb., akkor igenis ő is le fog tudni fogyni, és van lehetőség arra, hogy megváltozzon az egész élete. Azt gondolom, hogy egyébként 100%-osan oda kell magunkat tenni, mint táplálkozásban, mint a sportban, mint az egyéb dolgokban, gondolok itt az alvásra, a stressz menedzsmentre, stb. Abszolút meg kell tudni találni azt, hogy maximálisan oda tud magad tenni minden területen, viszont így igaz, táplálkozás nélkül nem fogja senki sem elérni azt a formát, amit szeretne, szóval tudatosan, saját magadra figyelve, a hormonrendszerednek megfelelően kell tudni táplálkozni. Azt gondolom, hogy aki megkeres, és már az elhatározás megvan benne, az már egy első lépésnek nagyon-nagyon jó dolog. Onnantól kezdve, hogyan jönnek az eredmények, akár a sportban, akár táplálkozásban, hogy látja magán, hogy beindult a kilóvesztés, akkor onnantól kezdve azért a motiváció az általában még erősebb szokott lenni. Azért egy idő után ez itt tud hanyatlani, jön a stagnálás folyamat, és akkor ilyenkor kell egy jó szakember, aki fogja a kezedet, és igenis visz tovább az úton. Úgyhogy ilyen nem szokott probléma lenni nálam.